Mai tudásunk szerint az első vízvezetékeket hazánk területén a rómaiak építették. Az Aquincumi strandfürdő területén gyógyforrások táplálták a római kori vízvezetéket. Ezzel látták el a város és a katonák szállásait is. Tudjuk, hogyan működtették a rendszert a II. Században. A Nymphaliget 14 forrása fölé kútházakat emeltek, a vizet terrakotta edényekben fogták fel, és csatornákon juttatták a medencékbe. A forrásokból összegyűjtött vizet boltívekkel összekötött, föld feletti 5 km hosszú vízvezető rendszerbe nyomták, ahol az enyhelejtés biztosította a folyamatos áramlást. A vízvezeték működtetése szervezett munkát igényelt. Hogy kik voltak a korabeli víztechnikusok, arról nem maradt fent forrás. Manapság egyre inkább nevezik a vizet kék aranynak, a jövő aranyának, mivel olyan kincset rejt, olyan potenciált, amit már a nagy tőkések, szakmai befektetők kezdenek felfedezni. A mai vízes rendszereket a víz, szennyvíz technológus és technikus üzemelteti. Feladata az új vízvezetékek beüzemelése, felülvizsgálata és a technológia felügyelete. Munkája során ellenőrzi a szivattyúkat, a mérőberendezéseket, gondoskodik a javításról és a karbantartásról is. A vízforgalommal kapcsolatos adatok feldolgozása mellett részt vesz a technológiai, kémiai és biológiai vizsgálatokban. A rendszer tisztítani is kell. Az ennek során keletkező zagyok, iszapok szakszerű eltávolítását is ő végzi. Fontos feladata a víz minőségének vizsgálata. Hát tulajdonképpen itt születtem. Siófokon a Balatonnál, és világéletemben szerettem volna a vízzel foglalkozni. Erre jó lehetőséget kínált, hogy ennek a nagy regionális vízművállalatnak itt volt a központja, és ennek megfelelően képeztem magam, hogy itt kaphassak feladatot, mert láttam, hogy a vízben komoly jövő van, szennyvíztisztítás akkor kezdett kiépülni, regionális vízellátás szintén, és így kerültem végül is ehhez a nagyvállalathoz. Gyakorlatilag a DRV az a Dunántúl egy hatodán tevékenykedik. A teljes balatoni regionális vízellátó rendszer, hozzá kapcsolódó szennyvízrendszerek, és még a Velencei tó és Pécs környékén komoly regionális érdekeltségeink vannak, emellett pedig Somogy megye nagy részén a kistelepülések vízellátását végezzük. A víztechnikus vagy technológus ellenőrzi a nagy vízforgalmú üzemek, a víz és csatornaművek, a szennyvíztisztítók telepeit. Szakterülete az ivóvíz, az ipari víz, a fürdővíztisztítása, kezelése. Munkája nagy részét mérések teszik ki. A víz és szennyvíz mintavétel után a helyszínen és a laboratóriumban dolgozik. Itt azonban nincs mindig idő arra, hogy a döntéssel megvárja az adatok feldolgozását. Az emberi veszélyeztetés miatt sok esetben villámgyorsan kell cselekednie. Mi, akik a vízzel foglalkozunk, technikusok, tisztában vagyunk azzal a hatalmas felelősséggel, amely rajtunk van, egyrészt az emberiség jó minőségű ivóvízzel való ellátása érdekében, másrészt ezen ivóvízkincs megőrzése tekintetében, hogy a jövőben is elviselhető áron mindenkihez eljusson az egészséges ivóvíz, amint említettem is, egyre nagyobb kincs lesz, egyre nehezebb lesz előállítani, és emiatt a szakma felelőssége egyre nagyobb az iránt, hogy ezt mindenki számára elérhető minőségben és áron tudjuk biztosítani. Az energiahordozók modern és takarékos felhasználása az újabb évtizedekben környezetvédelmi szempontok sokaságával bővült. Ami nem számított 1960-ban, az most alapvető fontosságú. A technológusnak haladnia kell a korral, s nyitottnak kell lennie az új eljárások alkalmazására, kísérleti megoldások tervezésére és a probléma megoldásra. A műszaki irányultság és a kémiai, biológiai alaptudás mellett környezetvédelmi ismeretekkel is föl kell vérteznie magát. Ma már nem szokatlan, hogy a víztechnikusok, a bioszféra, az ökoszisztéma, az ökológiai és biológiai egyensúly szakkérdéseiben is otthonosan mozognak. A vezérlés és méréstechnikai fölkészültség mellett a települési és termelési hulladék kezelésével, ezen kívül a radioaktív szennyeződésekkel kapcsolatos teendőkkel is tisztában kell lenniük. A környezetvédelem szinte teljes spektruma előfordul nálunk, hiszen a levegővédelemtől kezdve a talajvédelmen át, a vízvédelmen, az emberi egészség védelmén keresztül minden aspektust figyelembe kell vennünk a munkánk során. Már a szennyvíz elszállításakor ugye jelentkezik a levegővédelem bűzhatások révén, amelyet ki kell küszöbölnünk. A kiöntések, a csőtöréseknél a talajvédelme, amelyet szintén fontos feladat megtisztítani, ha ilyen előfordul. A megtisztított szennyvíz visszajuttatásakor az élővizek védelme, amelyben csak tiszta szennyvizet, tisztított vizet és
nem szennyvizet lehet visszajuttatni, ez egy fontos feladatunk, illetőleg a melléktermékként keletkező iszapok ártalommentes elhelyezésekor, meg a rágyszemét elhelyezésekor szintén a talajt védjük. A szennyvíz, miután beérkezett a tisztítótelepre, először ebbe az úgynevezett előüllepítő medencébe jut. Itt választjuk le róla azokat a szennyeződéseket, amelyek biológiai tisztítás nélkül is könnyen eltávolíthatók, felusztathatók, vagy pedig leüllepíthetők homok és egyéb üllepítendő anyag, illetőleg zsiradékok és könnyen felúszó származékokat itt eltávolítjuk, még mielőtt a biológián tisztítani kezdenénk. A biológiai tisztításhoz már levegőt fúvunk be, és az baktériumok végzik, amit az úgynevezett eleven iszappal recirkuláltatunk vissza. Ezek elvégzik a lebontási tevékenységet, ez egy bonyolult többkörös folyamat, amelynek végén utóüllepítéssel leválasztjuk az iszapot, egy részét visszaküldjük eleven iszapként, hogy oltsa be a beérkező szennyvizet, a további részét pedig rothasztó berendezésen keresztül kirothasztva visszaadjuk a földnek a mezőgazdaság révén. A víz- és szennyvíz technológus technikus a szolgáltató vízműveken kívül dolgozhat vízügyi hatóságoknál, a versenyszféra vízépítéssel, vízgazdálkodással foglalkozó vállalatainál, tervezőirodákban is. Szellemi munkát végez. Irodában vagy a szabadban a fizikai megterhelés jelentéktelen. Kényelmetlenséget az okozhat, hogy előfordulhatnak több műszakos, napi 8 óránál hosszabb szolgálatok is. A munka a vízművekben fokozottan balesetveszélyes, ez hosszú távon fárasztó lehet. A szennyeződések eltávolítása végett a technikus gyakran dolgozik veszélyes vegyi anyagokkal, ezek mérgezőek lehetnek, esetleg allergiát okozhatnak. Aki nem bírja a kellemetlen szagokat, a nedvességet, nyirkosságot és olykor a koszt, alaposan fontolja meg, hogy ez-e a neki való szakma. Az átlagos testi fejlettség, a jó mozgáskoordináció, az épp idegrendszer alapkövetelménye ehhez a szakmához. Aki szédő, szívpanaszai vannak, allergiás vagy színtévesztő, nem vállalhat ilyen munkát. Aki ezt a szakmát választja, annak nagyon kell szeretni a vizet és a környezetét, amiben él, és egy kis hivatástudat kell az irányába, hogy az embereknek tiszta vizet adjanak és tiszta környezetet biztosítsanak. Másrésztről viszont emberi tulajdonságok terén kell egy egészséges szervezet, amelyik bírja ezt az embert kívánó munkát, hiszen néha szennyvízzel kell dolgozni, néha vegyszerekkel kell dolgozni, téli-nyári körülmények között hidegben, melegben kell dolgozni, sőt, még emberekkel is kell dolgozni, hiszen vannak munkatársai a szennyvíztechnikusnak, vannak fogyasztói, ahol szakmai tanácsot kell adni, panaszát orvosolni kell, és ezért teljes felkészültséget kíván szakmailag és emberileg, egy stabil, alkatú egyéniség tudja ezt a munkát jól ellátni. A szakképzés a középiskolák nappali tagozatain zajlik. A hallgatók a negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek, a technikusi minősítést további egy év alatt szerezhetik meg. Egyes szakképzőiskolákban az érettségizetteknek nappali oktatásban is lehetőségük van a végzettség megszerzésére.